Dr. Boros Lászlónak adom meg a szót. Köszönöm a szót, amikor egészségügyi bizottság ülésen én készültem 18 kérdéssel, zömét föl is tudtam tenni, de azt az információt kaptam, hogy más bizottság is fogja tárgyalni, konkrétan a pénzügyi, ezért bizonyos kérdésekre nem kaptam választ. Azokra próbálom most kihegyezni a hozzászólásomat, illetve a kérdéseimet. Elsőnek vezérigazgató úr nyilatkozatát idézném, amit az IME konferencián tehát remélem, hogy hitelesen fogom idézni. Azt mondta, hogy gazdasági zuhanásunk a csőd felé immár lejtmenetre szelidült. Tehát lejtmenetben a csőd felé, ez lenne az első kérdésem. A másik, hogy ugyanezen a konferencián elmondta, hogy a kiszervezett tevékenységeket fölülvizsgálják, hogy gazdaságos-e kiszervezetten működtetni ezeket a dolgokat, hol tartanak ez ügyben, gazdaságos-e kiszervezetten működtetni. Beszéltünk egészségügyi bizottság ülésen a faktorálás kérdéséről, ugye aktív likviditási menedzsment keretében valósítják ezt meg. A vezérigazgató úr elmondta, hogy mik szólnak mellette. Én viszont megkérdezném, hogy ilyen negatív eredmény mellett van-e stratégia arra, hogy hogyan fizetjük vissza, vagy fizetik vissza ezt a pénzt, mert ezt előbb-utóbb a pénzintézetek felé vissza kell fizetni. Tehát van erre valamilyen terv, vagy ráérünk arra még. Aztán a beszámoló egy bizonyos dátumhoz köti a gazdasági helyzetet. Én úgy tudom, hogy a holdingnak szeptember 30-áig a szaktárca felé a 30-ai állapottal bezárólag kellett egy gazdasági eredményről beszámolnia. Hogy áll az adósság ez szerint a beszámoló szerint? Megtudhatjuk-e? Még egyszer rákérdeznék, hogy hány fő külső szakértőt foglalkoztat most a holding, milyen feladatokkal, és mennyibe kerül ez a holdingnak. És még egyszer rákérdeznék arra, amire ugyan kaptam megnyugtató választ, de szeretnék a közgyűlés előtt is, Máté Szalka vonatkozásában, hogy a háttérszolgáltatásokban dolgozók munkaviszonya rendben lesz-e jövőre is. Köszönöm szépen!